Vénusz. Amikor az ókori rómaiak felnéztek az égboltra, a bolygó fenséges szépsége magával ragadta őket. Ezért a szerelem és a szépség istennőjéről nevezték el. Ha felnézünk az égre, láthatjuk, hogy milyen gyönyörű látványt nyújt. Közelsége, gravitációs ereje és mérete miatt a Vénuszra sokáig testvérbolygóként tekintettünk. A Vénusz és a Föld már szinte ikertestvérek. Méretben majdnem ugyanakkorák. A Vénusz egy kicsit kisebb, mint a Föld. Tehát, ha a Földet egy kosárlabdához hasonlítjuk, akkor a Vénusz akkora, mint egy futballlabda. A Vénusz áll a legközelebb a Földhöz. Ezért nagyon sokáig a tudósok úgy hitték, hogy a Földünk ikerbolygója. Több évszázadon át a tudósok úgy gondolták, hogy a Földhöz hasonlóan ezt a bolygót is óceánok és esőerdők borítják. Klímájának köszönhetően pedig lehetségesnek tartották intelligens élet létezését is a Vénuszon. Az űrkorszak előtt az emberek úgy gondolták, hogy a Vénusz földszerű bolygó. De amikor sikerült megközelítenünk a Vénuszt, rá kellett jönnünk arra, hogy a bolygó feltételei teljesen mások. Amint kiderült, a Vénusz nem a Föld különleges testvére, hanem sokkal inkább a gonosz ikertestvére. Adva van két nagyon hasonló bolygó, amelyek nagyságra majdnem ugyanakkorák, de a fejlődésük annyira különböző utakat vett, hogy megnehezíti a tudósok számára megérteni a bolygók fejlődése közötti kapcsolatot. Olyan ez, mint egy kísérlet. Veszünk két hasonló bolygót, majd 4 milliárd év múlva láthatjuk, hogy teljesen más fejlődési pályát írtak le. Vizsgáljuk meg az alapvető különbségeket. A Vénusz felszínére többször hatalmas meteorok csapódtak. Az egyik akkora erővel csapódott be, hogy állítólag megváltoztatta a bolygó tengelyforgását is. A Vénusznak nagyon lassú a tengelyforgása. Ezt a fajta tengelyforgást ellentétes forgásnak nevezzük. Ez azt jelenti, hogy a többi bolygóval ellentétes irányban fordul meg a saját tengelye körül. Ennek az ellentétes forgásnak köszönhetően a nap nyugaton kell fel és keleten nyugszik. A vénuszi napok pedig hosszúak. Az az intervallum, amíg a nap felkel és lenyugszik, 8 földi hónapnak felel meg. De nem az orbitális minta és a hosszú napok teszik a Vénuszt lakhatatlanná és elviselhetetlenné. Az egyik fontos tényező az ellenséges klíma. A bolygó felszínén a hőmérséklet eléri a 480 Celsius fokot, amely 900 Fahrenheit foknak felel meg. A Vénusz a naprendszerünk legforróbb bolygója, az ideutazók látogatása igencsak rövid lenne. Rövid időbe telne, mielőtt mindenki megsülne itt. Talán egy másodpercbe telne, amíg az ide látogatók megsülnének. Ha egy űrhajós űrruha nélkül lépne a Vénusz felszínére, a bőre megsülne, és ő pedig gyorsabban megfőne, mint egy pulyka a sütőben.